Sziasztok! Most egy kicsit másfajta epizóddal szeretnék jelentkezni, mégpedig egy olyannal, ahol egy pár filmes applikációt mutatok be. Nem telik el nap, hogy valaki valamelyik applikációról ne kérdezne, vagy véleményt, vagy hogy tudok-e valamit ajánlani, úgyhogy most erről lesz szó. Egy iPad-en próbálom bemutatni ezt nektek. Van itt olyan applikáció, ami igazából a forgatás megelőzését segíti. Értem ez alatt, hogy az előkészületeket, vagy akár egy terepszemlét, az első rögtön az, például, amit én nagyon szeretek, ez a GoodNotes nevű applikáció, ami igazából forgatókönyvírásra, jegyzetekre, egyéb ilyen dolgokra maximálisan alkalmas. Most mutatok már egy félkész projektet, mondjuk egy stábtagok története szépen betölti. Tényleg úgy néz ki, mint egy jegyzetfüzet, amiben tudsz saját tollal írkálni, amit én imádok, manuális kezelhetőségét. Úgyhogy ez egy rendkívül jó dolog, fotókat be tudsz illeszteni, és utána exportálni PDF-be. Nem mondom, hogy a legkönnyebb lenne mondjuk ezt storyboard készítésére, de forgatókönyvben rendkívül alkalmas, nótokra úgy szintén ez különben igazából elhagyható. Ez az applikáció, sok minden más úgy szintén alkalmas rá, de én nagyon szeretem. A következő, ami talán egy picit alaposabb lehet, szintén az előkészület, ha valaki nagyon nem tud rajzolni, mint ahogy én például, az ezt a SharpPro nevű nem túl olcsó, 15.000 forintba kerül. Igazából a 3D storyboard készítő szoftvert tudja használni, nagyon nem könnyű kezelni, vagyis nekem nem volt könnyű kezelnem, de bele lehet jönni, én pár napja használom, egyszerűen semmilyen szinten nem tudok rajzolni. Itt igazából a kamerákra látó szöge, a pozíciója, mindent be tudsz állítani rajta, az, amire neked szükséged van. Összes objektumot pakolgatni tudod mindenhova, ahova szeretnéd, méretezni őket, berendezni, kicsit olyan, mint a Sims. Ha valaki ismerte régen a Sims-et, akkor tudja, hogy ez mit jelent. Embereket tudsz hozzáadni, tényleg állatokat, azért például emberekből ennyi van, bár saját magadnak tudsz szerkeszteni embert, és be tudod dizájnolni úgy, ahogy szeretnéd. Erre teljesen alkalmas ez az applikáció. Jó, állatokat is ugyanúgy hozzá tudsz adni, különböző kellékeket, fürdőszoba, hálószoba, stb. Ezeket mind össze-vissza tudod pakolni. Az, amit én nagyon szimpatizálok vele, az, hogy a kamera mellett fényeket is, illetve meg tudsz neki adni napszakokat, például mondjuk, hogy napos idő legyen, avagy ne napos idő legyen. A talajt be tudod állítani, hogy milyen talajt szeretnénk. Hát játok, minden tökéletesen változik, és az eget úgy szintén, hogy mondjuk legyen egy világos, vagy felhős, default az ez. Szerintem ez rettentően jó, plusz be tudsz importálni saját magadnak is ezen kívül háttereket. Elvileg OBJ-ket is be lehet importálni, de az nekem még nem sikerült. Hozzá tudsz adni színeket, tehát igazából jeleneteket, és akkor így szépen tudsz szerkeszteni jelenetek tömkelegét a propson belül, ami szerintem még nagyon fontos, a fények. Látjátok, hogy változik rajta a fény? Törölni tudsz, méretezni, forgatni, mindent. Spotlight, és igazából a spotlight-tal is. És a hátteret világítjuk meg. Frontot. Elég részletgazdag szoftverről van szó, autóktól kezdve minden hülyeséget be lehet importálni. Ennek van igazából egy animációs opciója, hogy tudsz hozzáadni keyframe-eket, és mozgást tudsz megadni ennek, majd igazából exportálod jeleneteidet úgy, hogy az emberek reakciója is működjön, mert itt arra is van lehetőség, hogy például az embereknek a mozgását is imitáljuk. A pose opcióval lehet például, mondjuk azt mondom, hogy a jobb kézzel és könyökkel szeretnék valamit csinálni, látjátok, lehet mozgatni, nem mondjuk így nem túl szerencsés, mert nem látom, hogy mit csinálok. Könyököt ki,
kezet le, és be lehet tenni mellé. Még a szemeket is lehet mozgatni, bár az számomra elhanyagolható. Kancsit nem lehet belőle csinálni. Amire én ezt használom igazából szerintem egy teljesen ideális, hogy én ennyit szoktam csinálni, csak hogy rányomok itt fent erre a kis preview képre, ami a beállítás, és nyomok simán egy snapshotot, ez fogja magát és exportálja. Majd utána az állóképet, amit exportált, azt be tudom például, kilépek az applikációból, visszalépek akár az előzőbe, csinálok egy teljesen új oldalt, itt rámegyek a fotókra, és már be is importáltam. És mellé tudom írni azt, hogy júj! De lehet írni géppel is. Júj! Ezek szerintem nagyon hasznos szoftverek, ezeket mindenféleképpen. Van még egy terepszemnél rendkívül alkalmatos szoftver, amit Kedzsücsnek hívunk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szuper. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy digitális rendezői viewfinder. Minden kameratípus megtalálható benne. Most éppen egy Blackmagic van beállítva, de rámehetek arra, hogy legyen mondjuk egy Arri Amira. Itt kiválasztom mondjuk a 4K-s felbontását, a natív 16:9-es aspect ratio-val megyünk, viszont egy frame line-aként szeretem, tehát alapvetően non van, én beállítom a 2.35-öt, ahol igazából át tudod színezni akár, ha szeretnéd, sárgára is, de én különben a pirosat szeretem, legyen jó piros, így látom. Na, ezen kívül optikákat tudsz rátenni, amint látjátok, itt is elég sok fajta optika található. Legyünk egy kukes 4-es sort, és itt be tud állítani, hogy konkrétan milyen optikáid vannak. Legyünk egy 18, legyünk egy 25, 27 nincs, 35, 65 nincs, 100, 135, 6 lencsét adtam hozzá. Adapterem nincsen, semmi speed booster, stb. Stb. De lehetne megadni. Leokézom, és ezt töltötte be. És ez a képarány teljes mértékben adni fogja azt, ami nekünk kell. Hát értelemszerűen van egy bizonyos látószöge ezeknek az iPhone-oknak, iPad-eknek, egyéb Android készülékeknek, tehát hogyha mondjuk egy olyan nagy látót teszünk rá, akkor itt oldalt ugye már nem tudja az optika miatt, az optika látószöge miatt nekünk legenerálni azt a teljesen valós képet, de próbálja úgy összehúzza, mint látjátok itt a képen, és így lehet ugrálni látószögekben. Minőség az olyan, amilyen, nem erről van szó, rendezői monitornak ez elég tökéletes. Ezen kívül, mikor ezt elmentetted, itt ezzel nyomsz egy fotót, lefotózta, itt meg tudod nézni, hogy néz ki a fotó, így, kiexportálva, pedig még egy shortlistet is tudsz neki adni, avagy simán az állófotót le tudod menteni. Rettentően hasznosnak találom ezt a szoftvert. Ezen kívül be tudsz még állítani például egyéb olyan optikákat, amiket maga a telefon vagy tablet készülékedre teszel rá. Ugye moment optikák vannak rajta, még leteszed a nagy látót, és akkor hát most ezt mennyire mutatja, vagy nem, azt a franc se tudja, hisz nekünk nincs. Rácsozást tudsz meg neki megadni, grideket, center cross, meg ilyeneket, ha valakinek szüksége van rá, nekem általában nincs. Már most rögtön tudsz neki adni lutot. Legyen ez. Mennyire hasznos, a franc se tudja, látjátok? Máshogy néz ki a háttér. De ezt szerintem most hanyagoljuk, nekünk nincsen szükségünk rá. Nyers valós képet szeretnénk látni. Illetve a settingsben be tudsz állítani olyanokat, hogy mondjuk a saját céged nevét, vagy azt, amit szeretnél, illetve hogy hova mentse le bal oldalon. Az, hogy bármilyen fajta metadatát exportáljon, azaz maga az állóképre rá égessen, rápakoljon, azt is be tudod állítani, illetve világos vagy sötét háttérrel szeretnéd használni. Be tudod állítani, a kamerát tudod kalibrálni, de ezt az iOS készülékeket nem kell, azok elvileg be vannak kalibrálva. Tehát én most ezt elmentettem elméletileg. Itt mutatja. Látjátok?
mivel lett fotózva, mikor, kamera, felbontás, képarány, optika, optikának a típusa, helymeghatározás, minden frincfranc. Ez egy marha jó plogi. Na, és ezen kívül, amit én még használok, előszeretettel, ez a Sharpistel nevű plogi. Kifatjuk egy konkrét diszpónak, de ez a lényeg, hogy itt konkrétan a forgatás előtt, mondjuk a gyártásoktól megkapott diszpó jeleneteit te beleépített, ha egy napról, ha több napról van szó, mint ez konkrétan lehet látni az Indiana Jonesnál is igazából, rengeteg minden van. Egy videoklipnél, itt megvannak jeleneteim, amiket te el tudsz színezni. Én általában úgy szoktam színezni azt, hogy milyen szereplőim vannak kamera előtt, különböző színnel jelölöm, be tudod állítani. A tékre én igazából a helyszíneket állítom be, a nicknévre beállítom a szereplők nevét, a descriptionbe pedig leírom, mi a jelenet, a gearnél pedig megadom azt, hogy milyen fajta kameramozgatóval szeretnék dolgozni, látjátok, és igazából jelenetlisták tömkelegét. Be tudod állítani, mi az, amit szeretnél. Description, de ezen kívül még sokkal több mindent meg lehet neki adni. Nem szeretnék nagyon belemenni a brutál részletekbe. Itt lehet látni, hogy a kamerától konkrétan van-e VFX a forgatáson, van-e SFX, milyen lámpákat használunk, optikát mit használunk, és hogy ezt leokézom, akkor rögtön kidobja az optikát. De nekem nincsen szükségünk, főleg egy videoklipnél, egy jelen projektnél, mert ennyire részleggazdagon nem szoktunk tudni dolgozni. Be tudsz importálni storyboardot, ha lenne storyboardom, de most nincs storyboardom. Ezt magadnak szépen egyesével a nyelteidet összérogattad, beállítottad, a shot number-öken nem foglalkozol, azt nem te határozod meg, itt persze valóban megadod, hogy mikor van a forgatás, hány napig, külső-belső, el tudod nevezni, akár lokációt megadni neki, hogyha fontosnak tartod, és nótokat hozzáadni, és be is tudod színezni az egészet. Utána, miután megvagy ezzel az egész összeállítással, akkor igazából a shoot day-re rámész, megadod mondjuk, hogy mikor fogod forgatni ezt a projektet. Rámentél, most ez hasonlóan néz ki, ez ne tévesszen meg senkit, hogy 33 óra, ez azért történt, mert nem állítottuk le, nem pipáltam ki a jeleneteket, hát túl vagyunk rajta, az, hogy szépen megadja magának a shot number-öket, jelenetszámokat, összeírogatod, hogy mit, mikor fejeztél be, jobb oldalon mutatja ez a tök jó, hogy mire mennyi időt szántál, ez itt kicsit el van csúszva, mert nem 1541 perc volt, amíg felvettük ezt a jelenetet, de az a lényeg, hogy látod forgatásnál, hogy csúszol-e, nem csúszol-e, mire mennyi idő van. Én például nyomtatott diszpót egyáltalán nem szoktam követni, valahogy ez nagyon nem az én asztalom, de ezt viszont igen. Ez egy rendkívül jó applikáció. Ugyanúgy ki tudod exportálni, el tudod küldeni a stábtagjaidnak, tehát tudsz PDF-et belőle, fektetett színessel, ha van storyboardod, megkász mindenkit hozzáadsz, majd simán nyomsz egy exportot, és elmented oda, ahova szeretnéd. Nagyon sok egyéb beállítása van. Még igazából filmezéshez szoktam használni a Filmic Pro-t, amit szerintem a legkevesebb ezt kell embereknek bemutatni, ezt talán elég sokan ismerik. Na most ez egy iPad Air, amin nyomom, tehát itt például a Max Resolution az sima HD, de itt meg tudsz adni mindenfajta képarányt neki, azt, hogy milyen képarányjal szeretnél, és milyen kvalitiban dolgozni. Ezen kívül megadod neki a frame rate-et, 25-tel forgasson, és 25 legyen a visszajátszás. Audiót be tudsz állítani, ez így. Hova ment se el? Már voltak korábbi presetjeim, ezeket be tudod állítani. Load preset, flat, flat medium, de ezeket igazából stabilization az tök jó, hogy be van lőve rajta. Gyárokat tudsz rátenni, hogyha szeretnél, illetve ezen kívül ugye manuálisan tudsz játszani az élességgel. Itt még egyéb manuális opciókat be tudsz állítani, igazából fehér egyensúlytól kezdve, hogy milyen temperature-rel menjen, de tudsz neki állítani ilyeneket is, vagy igazából, hogy auto white balance-on, az mégiscsak egy készülék, ezzel sokat több minden nem fogsz tudni elérni. Milyen képprofillel szeretnél forgatni, de még itt is tudsz húzogatni. Majd exportálod, és szépen elmented. Hangot is mutatja, tü-tü-tü, hogy éppen beszélek. Ami szerintem fontos volt. Na most ilyen Cine-i applikációt azért nem mutatnék meg nektek, mert nincs most rákötve Cine-i, úgyhogy igazából semmit nem fogtok látni benne, de ez is egy nagyon jó program, én nagyon szeretem. Ezt majd megmutatom külön, ha be lesz kapcsolva. Ugyanez van igazából, ez a Teledeknek a cuccia, ugyanúgy transmitterre van. Ez úgy szintén, ez pedig a Z-Camera-i.
de ezzel se tudom mit csinálni per pill. Ennyit szerettem volna nektek megmutatni egy pár applikációt, nagyon remélem, hogy hasznos volt. Nem mondom, hogy ezek olcsó applikációk, van, ami rendkívül drága. Az, hogy kinek mi éri meg, az döntse maga. Én mielőtt az összes applikációt megvásároltam, nem kevés időt szántam rá, utánolvastam, videókat néztem, review-kat lapozgattam, és pár napot vártam arra gondolkozás közepett, hogy nekem különben ezekre szükségem van, vagy nem. Úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinek minden applikáció megérni, és lenne értelme megvásárolni őket. De nézegessétek át, nem mondom, hogy nélkülük nem lehet meglenni, mert meg lehet lenni. Úgyhogy ennyi lettem volna, minden jót, élvezzétek a mindennapokat. Kedves nézőink, a sorozatot jövő vasárnap folytatjuk.